kicsikét viccelek, és az UVF, azaz unatkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt Team Fortress 2 gameplayemnek mai része lesz, és már előre ki is lőném az összes lehetséges kérdést, szóval nézzük is sorba. Az első és legfontosabb az, hogy ne kérdezzétek az IP-t, hanem szerintem ott lesz biztosan a leírásban, szóval tudjátok, remélem, hogy hol van leírás, bár a YouTube-os emberek legtöbbször nem nézik meg, de hogyha az IP kell, akkor küzdjétek meg érte, és kattintsatok a leíráshoz, onnan másoljátok ki az IP-t, és próbáljátok ki a szervert, hogyha akarjátok, ennyire egyszerű. Rendben, akkor a következő az, hogy most pár napig sajnos nem volt videóm egyéb okok miatt, hát erről most nem igazából szeretnék beszélni, a lényeg az, hogy sajnos most nem igazából tudtam videót felvenni és feltölteni sem miatt, de ezt én most be is fogom pótolni, remélhetőleg tudok mostanában már többet is feltenni. Úgyhogy akkor a következő az még az, hogy ezen a pályán én még sosem voltam, még régebben se, úgyhogy ez nekem még teljesen új lesz, és nem tudom, hogy mennyire egyszerű, illetve mennyire nehéz, majd kiderül, ne várjatok tőlem túlságosan nagy sikert, hogyha esetleg nagyon nehéz. Úgyhogy még egy dolog, aki esetleg régebben még nem nézte a parkúros videóimat TF2-ről, annak most, és hát nem csak annak, igazából mindenkinek, aki meg szeretné nézni, kisebb parkúros gyors talpalót tartok a legfontosabb és leghasználhatóbb dolgokkal együtt. Szóval nézzük is sorban. Az irányítás ugyanaz VASD, illetve az egérrel forogni, balegérrel, hát hangokat ad ki, illetve elvileg ki kell, hogy mutassa az egyik ujját, hogy fantasztikus, meg stb., de itt most igazából nem. Na mindegy, aztán akkor most jön a parkúros része. Egyik legfontosabb dolog az a szuper gyors futás, mindjárt látjátok is, amikor hirtelen hangot ad ki, de most le van halkítva, és eléggé gyorsan kezd el futni, miközben mindenféle szél megy el mellette, és nagyon-nagyon gyors lesz, mindjárt látjátok is, mert elérem azt a sebességet, itt is van. Szóval látjátok, ilyen szél és nagyon-nagyon gyors, még a Scouthoz képest is túlságosan gyors, szóval ez lenne az a hát szuper gyorsság, amit igazából Real Fastnek, tehát tényleg gyors futásnak neveznek a játék menetében. Következő az pedig a falra futás, igazából nagyon-nagyon egyszerű, fal felé mész, és amikor ott vagy egy space-t benyomsz, és elkezd rajta felkapaszkodni. Ezen a szerveren most, mint látjátok, nincsen kéz, illetve ilyen egyéb effekt sajnos, úgyhogy nem túl szép maga a játék, de tök mindegy, szerintem teljesen jó lesz ez is, attól még, hogy nem annyira nagyon szép az ilyen egyéb dolgok. De a jó szerverek egyébként még ott van a keze is, amint éppen mászik fel. Szóval higgyétek el, elkezd rá felmászni, és amikor már a falon vagytok, space megnyomásával el lehet onnan ugrani egyszerűen. Oké, akkor ezzel már tisztáztuk is azt, hogy mi van akkor, hogyha a falon felfutva ugrasz egyet, akkor elrepülsz onnan tulajdonképpen. Következő egyik legfontosabb alkotó eleme a játéknak az a wall run, azaz fal futás, ami abból áll, hogy először is beszeretném nektek mutatni. Így a falon fut az emberetek. Eléggé epikus, jól meg van tervezve, főleg, hogyha még ott van lába is és egyéb dolgok. Tök jól néz ki, még falon is lehet, illetve kanyarba is lehet. Igen, tehát kanyarba is lehet vele így futni, mint látjátok. Teljesen mindegy, az lényeg, hogy ott legyen a fal. Tanuljuk is meg, nagyon-nagyon egyszerű. Megnézed, hogy a falhoz odaállsz, most én így ideálltam, megnézed, melyik oldalon van, adott esetben jobb. Akkor a jobbra menetet, azaz a D betűt kell nyomni, illetve a W-t az előrehaladáshoz, tehát a W-t és a D-t nyomod, és egyszer csak a space-t is benyomod, de csak egyszer, tehát nem kell nyomva tartani. Azt, amit megint benyomod, elugrasz tőle. Tehát, hogyha a jobb oldalon van a fal, akkor a jobbra menetelés az előre is, W és a D, és egy ilyen adott pillanatban a space-t és ugye az ugrást, amikor is elkezd rajta futni. Mi van akkor, ha bal oldaladon van? Nagyon-nagyon egyszerű, melljász bal oldaladon van, egyébként ezt lehet nekifutásból is. A lényeg az, hogy az A betűt nyomod, tehát a balra futást és a W-t, az előrét, szóval W és az A együtt is egy adott pillanatban pedig a space, és ugyanazt eredményezi ez is, az a kisebb kombináció. Ugyanezt lehet akár nekifutásból is, akár hogyan, hát tapasztalat kérdése, ki mennyire gyorsan bírja benyomni. Igazából nagyon-nagyon egyszerű és jól használható, szóval szóval könnyen meg is lehet tanulni és alkalmazni is lehet. Remélhetőleg megértettétek, esetleg, hogyha valamit nem értettetek, akkor azt írjátok le nekem kommentbe. Én pedig következő videómban megpróbálom bemutatni újra, hogyha esetleg valami nem világos, de szerintem mindent viszonylag jól elmondtam.
Oké, a következő fontos dolog, amit még a játék során tapasztalhattok, az a bizonyos, hát parkurban rollnak nevezett mozdulatsor, igazából, amit nem annyira tükröződik vissza szépen, mint így azt el lehetne képzelni. Tehát a lényeg az, hogyha magasabb helyről leesnél, sokszor meg is halhatsz akár, hogyha tényleg nagyon-nagyon magas az a bizonyos hely, de legtöbbször csak lebénulsz, azaz pár másodpercre mozdulatlanná válsz, és nem tudsz ezzel ellen mit tenni. De, hogyha még időben megelőzöd a bajt, akkor ez is elkerülhető. Szóval, még mielőtt a földet érnéd, azaz tényleg leesnél, pontosan, tehát így, mint most én is lebénulnál, előtte még a levegőben a kontrollt, azaz a guggolást, illetve a játék folyamán a csúszást nyomva tartva, tehát nem elég csak benyomni, nyomva tartva, hát egyszerűen csak bukfencizel egyet, aki esetleg parkúrozott, vagy tudja mi az a parkúr, az tudja valószínűleg, hogy mit csinál ilyenkor az ember, hát bukfenc tudjátok róla. Úgyhogy a pályát egyelőre még csak most viszem ki először, már hogyha egyáltalán kiviszem, egyelőre még csak tapasztalom a dolgokat, de már is pályaváltás, azt azért nem hinném. Szóval egyelőre még csak most tapasztalom ezt így először, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, de itt értem véget tulajdonképpen. Hát jó, ez egy egyelőre annyi. Igazából remélem még nem lesz rögtön pályaváltás, de ez van. És akkor most már pontosabban is és ügyesebben is álljunk neki így a dolgoknak, még egyszer induljunk el. Oké, akkor ez egy egyelőre így néz ki. Rohanni kell. És az lenne még jó, hogy ezek itt engem nem hagynának le túlságosan, mert nem vágom, hogy merre kell menni. Ezért sokszor is tévedhetek akár. Úgyhogy jó az, hogyha valaki segíteni tud nekem legalább annyival, hogy előttem halad, mert az is már nagyon-nagyon jó. És oké, nem kábultam, de még csak nem is sebződtem le. Amit még nem nagyon említettem, de már szó került róla, az nem más, mint a csúszás. Amikor például kisebb hasadékok alatt kell átcsúszni, vagy hát valami fölött, tehát valami fölöttetek van, és emiatt nem tudnátok futni. Olyankor kell használni a csúszást, egyszerűen csak, mint a guggolásnál, nyomva kell tartani a kontrollt, és már is ankratikusan csúszni fog az emberetek. Úgyhogy, igen, most már ezt is tudjuk. Na, itt viszont, lehet, hogy itt kell? Nem. Jelenem, itt az előbb már jól indultam, csak rosszul fejeztem be, mert nem tudtam, hogy merre kell menni. Itt mi van? Semmi. Ez nem volt jó választás, hoppá, ott ugrott az ember. Wow! Nem értem el, mert már lelassultam. Na jó, legalább már azt is tudjuk, hogy ott merre kell menni. Úgyhogy akkor megpróbáljuk még egyszer. Rendben. Ja, és tényleg ott vannak olyanok, azon gyorsabban fel lehet menni. Olyanok, jól megneveztem, csövek. Igen, igen, és tényleg sokkal gyorsabb ez így. Hát jó, akkor menjünk. Most már tényleg megpróbálok koncentrálni és magamtól is rájönni az ilyen fontosabb dolgokra, mármint a pályával kapcsolatban, hogy hol mit kell csinálni. Hát azért ez nem annyira egyszerű, mint annyinak látszik, de elcsesztem, mert túl annyit akartam ugrani. Igen, egyelőre inkább szerintem csak arra törekedjünk, hogy végigvigyük a pályát, és nem pedig arra, hogy rögtön én legyek az első, illetve benne legyek legalább a top 5-be. Szóval egyelőre csak tapasztaljuk ki ezt az egészet, hogy hogyan is érdemes, hogyan is kell ezt csinálni. Igazából úgy tűnik, hogy nem túl gyors, tehát nem gyorsabb semmivel ez a cső dolog, de nem is lassabb tulajdonképpen, tehát lehet választani, melyiket szeretnéd használni, teljesen mindegy, úgy vettem észre. Hát akkor én is ide szeretnék jönni, de én még időben benyomtam a bukfencet, és majdnem le is estem, de nem kapaszkodtam meg, és azért megint csak leestem. Egy-két dolgot még nem tudtam megemlíteni, mert azt a gyakorlatba kell bemutatni, de aki esetleg régebben is már nézte az én parkúros TF2 videóimat, az már tud erről legalábbis remélhetőleg. Az újaknak pedig már a legfontosabb dolgokat elmondtam, tőled pedig tényleg mint a legtöbb dolgod is játék közben, tehát itt tapasztalni is kell, hogy azt hogyan érdemes használni, stb. Tehát ezt így játék közben érdemes megtudni. És akkor megpróbálom ezt megint. Egyelőre még sikerrel, most már nem nagyon szeretném elsietni akkor se, hogyha nem is lesz ebben a top 5-ben, legalább vigyen végig, szóval ez most az én elgondolásom. Hát nem tudom, hogy nagyon helyes ez az elgondolás, de ez szerintem megfelelő. Oké, már is itt is lennék. Valamiért laggol ez a szerver, de jó, most már nem. Lehet, hogy akkor se laggol, csak kétlen úgy tűn nekem, nem tudom, ez van. Oké, rendben, akkor tovább. Ja igen, itt kell felgyorsulni, és az előbb is így csesztem el, ugyanis rosszul ugrottam, de majd most helyrehozom. Ó,
Bőven jó. Ez bőven jó volt, tényleg. Oké. Nem tudom, de gondolom, hogy merre kell menni. Tehát nem tudom, de gondolom. Oké. Egyelőre úgy tűnik, hogy itt a út mentén jó. Hoppá, mi történt? Jaj, automatikusan felkapaszkodtam erre a csőre. Hát ez is jó. Aha. Valami nekem a súly, hogy itt ugrani kell egyet. Jaj, nekifutásból. Bum. És itt van vége. Jaj, de jó, rögtön negyedik lettem, és majdnem harmadik. Akkor most ugyanezt csak sokkal gyorsabban próbáljuk meg. Oké, akkor mindent bele. Legalább már a harmadik legyek. Mert az jobb, mint a negyedik. Szóval, ja. Egyébként nagyon-nagyon minimális idővel lettem, csak rosszabb a többieknél pontosabban. Hát nem is annyira rosszabb, csak lassabb tulajdonképpen, ami nem annyira rossz szerintem, szóval nem az van, hogy most rögtön, ugye most játszok először nagyon-nagyon sok hónap után, és rögtön tök béna vagyok, hanem viszonylag még formában is vagyok, és rögtön be is kerültem a top 5-be. Jó, azért kisebb-nagyobb bénázások árán természetesen. Hoppá, itt egy kisebb rövidítés ez így. Egyébként, hogy az ember minél többet játszik egy adott pályán, egy adott szerveren például, akkor ki tudja tapasztalni azt, hogy a pályán milyen lehetőségek vannak, hogy lerövidítsed az idődet, és hát ez sokszor azért jó is tud lenni, főleg akkor, hogyha nagyon-nagyon be akarsz kerülni a top, ne talán 5-be, esetleg 4-be, és még jobb helyezést akarsz elérni, akkor érdemes mindenféle lehetőséget kipróbálni, illetve kitapasztalni, hogy merre érdemes menni és hogyan. Tehát sokszor van az, hogy egy-két helyen érdemes falon futni, ahol esetleg nem is venné észre az ember, hogy ott annyira lényeges a fal. Úgyhogy minél többet játszol egy ilyen adott pályán, annál ügyesebb leszel benne, és hát tényleg jó az, hogyha sokat gyakorolsz. Itt például, lehet itt is be lehet jönni, ez nem biztos, csak úgy vettem észre. De már is elérkeztem a végéhez, és meg is van az időm. Bár ezt most elcsesztem, igazából nem túl nagy a probléma, csak annyi, hogy tök mindegy, hogy ott a végén picit lesebződök, tehát nem kell annyira duplán ugrani, szóval. A lényeg az, hogy nem kell ott magamra annyira vigyázni. És visszatért a kezem? Nem. Eddig is így volt. Nem, itt van a kezem. Jaj, de jó, hirtelen megjött a kezem. Tehát erről beszéltem még az elején, hogy ez a szerver, ez nálam nem annyira úgy tűnik, mintha ki lenne egy dolgozva mindenféle grafikai dolog, de most hirtelen az előbb már megvolt a kezem, az pedig már haladás, de azóta már eltűnt, szóval elkiabáltam. Oké, akkor kéz nélkül is tovább, hogy menjek. Igazából ott az előbb most jól alakítottam a dolgokat, de itt a konténereknél viszont elcsesztem azt a pár másodpercet, amit megszereztem. Ó, és itt is lehet futni, jó tudni. Én eddig itt mindig körbe mentem, mint láttátok is. Oké. Nem jó ez, amikor hirtelen meg hogy álljak, mert az sok időt elpazarolok azzal. Ne akadj már be, mindenhova kérlek. Itt pedig lehet nem kellene akkor nagyot ugrani, mert igazából le is lassulok ezzel, de nem baj. Egyelőre még jó. Az előbb talán szerintem gyorsabb voltam, nem? De akkor meg elcsesztem. Nem baj, harmadik vagyok közben. Látjátok, itt is érdemes közben a falon futkározni, mert gyorsabb leszel úgy. Jó. Oké, gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan, már nincsen sok időnk. Hát első az már nem leszek, azt tuti. Sikerült így most jó gyorsan átugrani. És... bum. 1.25. Az már jobban is hangzik. Bár csak 2 másodperccel, de jobb. Oké, hát legalább a harmadik lett a helyezésem az 5-ből. Nem is tudtam, hogy csak 5-en vagyunk. Jó van, akkor ez van. Úgyhogy még egy utolsó kis menet, de ebből már nem hinném, hogy végig fogom tudni vinni, esetleg csak kipróbálni egy-két dolgot. Pályanevet ne kérdezzetek, most már nem tudom fejből, de lehet, hogy a videó során egyszer-kétszer ki volt írva, mert a szerver lett. Ki írja, nem tudom. Egész gyors volt ez az egész ugrálás itt most, mint láttátok is, viszonylag legalábbis jó. Itt viszont megint csak elcsesztem, mondom, amit egyik helyen összeszedek, jó sok idő, mármint nyereség, azt a másik helyen elcseszem, többek között ebből áll. Hát jó. Akkor ugorjuk át rögtön, és nem sikerül, meg kell mindig kapaszkodni. Ez az, ami még sok időt elvesz tőlem. Na, mi van? Ajaj. Végigvinni még talán végig tudom, de első, vagyis hát jó, második se leszek igazából, mert
nagyon-nagyon sok idő kellene, és már megint rosszabb vagyok, mint az előbb voltam igazából, azt vettem itt most észre. Hát mindegy, megpróbáltam, ez van. Úgyhogy, igen, itt van vége a pályának is közben. Itt leugrok? Jaj, az E-vel újra kezdem? Ezt nem is tudtam. Gyerek, itt mondja, hogy press E, és benyomtam, és erre kiderült, hogy akkor újra kezdem. Oké, ja igen, eszembe jutott régen még, amikor parkúroztam, és ajtókon kellett átmenni. Mindegy, megvágom, és majd elmondom, mert pályaváltás, bocsánat. Oké, és itt vagyok közben. Szóval azt kezdtem el magyarázni, hogy régen, amikor parkúrozni kezdtem, akkor volt az, hogy olyan pályák voltak, ahol ilyen ajtókat kellett kinyitni sorba, és mindig az E betűvel próbáltam meg kinyitni, és akkor rögtön mindig visszadobott az elejére. Akkor egy életre megjegyeztem nagyjából, hogy nem szabad benyomni az E betűt, de most úgy látszik, megint elfelejtettem. Hát igen, ez van. Rendben igazából. Közben új pálya, új lehetőségek. És ő de epikus ez az összeragadt dolog. Mert a scouttal ott együtt összeragadtunk. Ajaj, oké, átcsúsztam alatta. És néha tényleg megint a kezem és a lábam. Tökre meglepő. Ezen a szerveren eddig még nem volt így. Legalábbis láttátok. Ajaj. Ne, haj meg. Ajaj, le fogok bénulni. Ez az, mert csak buffenceztem egyet. Itt minden igaz, akkor erre kellene jönni, de nem már! Mi ez, hogy nem kapaszkodott bele a csőbe? Biztos itt is van valami limit, hogy mekkora esés után tud még belekapaszkodni maximum. Ops. Egyébként megfigyeltem azt is, hogy már viszonylag régóta megy ez a videó. Sőt, már 16-17 perc ment, már nem tudom pontosan. Ami azt jelenti, hogy elkezdtünk a végéhez érkezni, úgyhogy már nem, ma szerintem már legalábbis nem annyira nagyon sok. A pálya az még sokáig lesz, úgyhogy az tök mindegy. Egyébként már mondtam, az IP-je az majd a leírásban lesz, de mint látjátok nem annyira híres, illetve nem annyira ismert, mert most is csak hárman játszunk rajta, de ennél jobbat nem találtam. Úgyhogy esetleg kereshettek, hát ha találtak, elmondom, a pályák mindig úgy kezdődnek, hogy PF, azaz Parkour Fortress. Ajaj, áfenébe. Úgyhogy ha beírjátok azt, hogy PF alsó vonal a pályához, akkor lehetőségetek van arra, hogy találjátok ilyen szervereket, amit én most elcsesztem egy tudást. Hát igen, ja, ez történt. Szóval PF alsó vonal, és találhattok ilyen fantasztikus szervereket. Oké, hát akkor menjünk még egy utolsót valószínűleg, mert nagyon-nagyon elkezdtünk már a végéhez közeledni. De az a baj, hogy még nem is vittem ezt a pályát végig. Á, belagoltam. De fantasztikus elbetű. Szóval még nem vittem végig, sőt, még csak nem is közelítettem a végéhez, ezért csak azért is végig akarom már vinni. Oké, oké, eddig jó, eddig jó. Itt pedig jó lenne felugrani oda, még mielőtt belagolok. Oké, egyelőre még jó. Ezt itt az előbb észre sem vettem, hogy itt is van egy ilyen kötél. Ah, éppen csak én belekapaszkodtam. Majdnem megint lekábultam. Várjunk csak. Ha most még hozzábírtam úgy érni, hogy ne essek össze. Fenébe! Nem már, nem tudtam falon futni. Olyan kiállós izé volt, hogy nem bírt rákapaszkodni. Ja, hogyha előbb elkezdtem volna már futni rajta, akkor még sikerül is. Oké, megjegyeztem, előbb kell elkezdeni futni, mert különben az a kiálló vacak, vagy nem tudom micsoda, az nem engedi azt, hogy fussak így a falon. Oké, ezzel is okosabbak vagyunk, ezt is tudjuk, ezért mondom ezt, hogy folyamatosan gyakorolni és játszani kell, mert különben nem fogod tudni, hogy mit, hogyan érdemes és hol. De mi ez? Miért nem kapta el? Mert megint ez az esési limit, vagy mi ez? Nem baj, még egyszer megpróbáljuk, legalábbis megpróbálom. Na, valaki már is végigvitte 3 perc alatt, gratulálok neki. Bár biztos, hogy nem nézi ezt a videót, mert nem magyarok. Most ilyen feldre lett a kép. Most beszívott a scoutom? Na, most már jó. Lehet, hogy bekancsult pár pillanatra. Kapd el? Oké. Rendben, egyelőre még jó. Itt is akkor már megszokott falfutásos módon, mert ez már bevált. És itt pedig, au, hamarabb el kell kezdeni futni, ami most egyelőre még sikerült, és jaj, de megijedtem. Oké. Fog meg, Lici, köszönöm szépen. Jajaj, ne laggolj már, kérlek. De most ez a szerver, mert az biztos, hogy nem én vagyok, úgyhogy ez a szerver lehet, ez még nem sokan múlt, hogy leessek. Oké,
Okay. Na, Kancsi Jancsi. Oké. Okay. Ez az pont még sikerült. Ajaj. Oké. Okay. Nem sebződtem és nem is blokkolódtam le. Ajaj. Nem sokan múlt. Ups. Ja, nem erre, hanem. Hogyha minden igaz, akkor erre létszik kapd el. Ne, ez az. Akkor itt még sincsen annyira nagyon limites dolog, hogy mekkora esésnél bírja meg elkapni. Ajaj, nem sokan múlt. Nagyon-nagyon sokan múlt. Itt most merre? Leginkább erre lehetne szerintem jönni, de itt nem. Jaj. Aha, van egy olyan sanda gyanúm, hogy jó felé próbálkozok. És ez a nyíl pedig igazolja az én elképzelésemet, tehát valószínűleg jó helyen járok. Ups, itt pedig minden igaz. Így. Hoppá, ott egy ilyen cső. Cső. Akkor inkább már erre jövök, mert a másik ember is itt jött. Ja persze, mert itt könnyebb sokkal, nem kell annyit ugrálni. Ajaj, ne. Itt rábírok vajon ugrani? Ez az. Sikerült, és nem is haltam meg. De jó itt. Ups. Hoppá. Kapd el, léci. Köszi, de... Na. Innen... Hát jövök ide. De mi van? Ne. Innen most hova? Ja, hogy oda le. Na várjatok, ezt most nem értem. Úgy tűnik, hogy erre felé kell jönni, de akkor miért volt ott annyira magasan? Hát jó, mindegy. Ezt nem igazából tudom. Ajaj. Oké. Okay. Rendben, egyelőre még jó is vagyok. Azért itt már nem lenne annyira jó elcseszti, de biztos be fog következni egy botrányosan nagy baki. És itt is volt az ideje. Ja, igaz, utólag eszembe jutott, hogy extra gyorsasággal kellett volna. Na jó, akkor ezennel el is érkeztünk a videónak a végéhez. Úgyhogy remélhetőleg még a mai nap folyamán felkerül, mert nagyon-nagyon sok idő, mire letömörítem, aztán pedig visszarakom HD-ba, szóval nagyon-nagyon körülményes egy ilyen videót összedobni. Ezért sok idő is, hát egyelőre még nem tudom, remélhetőleg még ma is fent lesz, úgyhogy legközelebb visszatérek egy újabb fantasztikus videóval. És hogyha tetszenek a videója, akkor légy szíves, lájkoljatok engem, illetve hogy még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel rám, hogy egy videómról sem maradjatok le. Megköszöntem figyelmeteket, legközelebb majd visszatérek egy újabb videóval, mint ezt már említettem is, de ez itt most véget ért, úgyhogy megköszöntem figyelmeteket. Már vagy negyedszer említem ezt, de igen, ez itt a vége, úgyhogy sziasztok!